Sorozatunk mai állomása a Basa utca, amely a város egyik legrövidebb utcája, ettől függetlenül érdemes végig sétálni rajta. Ha most azt gondolják, megmondom, hogy miért hívják Basa utcának, akkor csalódást kell okoznom, mert én sem tudom, de valami köze gondolom lehet a törökökhöz, úgyhogy az én szívemnek mindenképpen kedves. A Basa utca középkori eredetű. A 18. század elején alakult ki, északi telkein a belváros középkori erődítései álltak. A valaha itt található régi budai kapu maradványai még 1787-ben is megvoltak, pedig annak funkcióját 1601-től az új budai kapu vette át. Az utca talán legjellegzetesebb épülete a Basa utca egy szám alatt található, ez az úgynevezett Gerhardt ház, amely 1700 körül épült, pontosabban 1860-ban építették át az eredeti épületet a ma látható formájára. Korábban élelmiszerüzlet, később bankfiók üzemelt itt, jelenleg pedig az Igéző nevezetű színházi játszóhelynek ad otthont, ami azért elég komoly funkcióváltásnak tekinthető. Természetesen műemlék, akár csak a kettes szám alatt található egyemeletes sarokház, amely egy 18. századi ház helyén épült a 19. század elején. Az évek során többször felújították és átalakították, főutcai homlokzatának földszintjén üzletek találhatók, bejárata a Basa utca felé eső szakaszán nyílik. A Bástya utca felüli sarkon egy kétemeletes sarokház zárja a Basa utcát. Ez az 1960-as évek második felében épült, és az egykori vár falmaradványait tartalmazza. A korábbi barokk lakóházat 1949-ben bontották le, a 17. század végétől a 18. század második feléig fürdő működött itt. A házban lakott Áron Nagy Lajos kétszeres Munkácsi díjas festőművész, akinek emlékét egy festőállványra helyezett arcképet mintázó bronz emléktábla őrzi, akár csak maga az utca, a késő középkori Fehérvár emlékét.